Közeledik Orbán napja, de szerencsére erős lehűlés nem várható az idén. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió nézőit. Az előrejelzések szerint a gazdáknak nem kell most félteniük a virágzó szőlőjüket. 21-24 fokos napok következnek, és némi csapadékra továbbra is számíthatunk. Adásunkkal és Nagyatád első hírportáljával az ATÁD hírrel kapcsolatos ötleteiket továbbra is várjuk elérhetőségeinken, elektronikus posta címünkön és telefonon. Most pedig lássuk röviden adásunk tartalmát. Május első felében annyi eső esett, mint novembertől áprilisig 5 hónap alatt. A növényeknek most valóban aranyat ért, a szél viszont fákat döntött ki, a hőmérséklet pedig alaposan lehűlt. Egy hét alatt 4 Lyme kóros megbetegedést is megállapítottak Nagyatádon, korábban 2-3 hónap alatt fordult elő ennyi, Somogy a negyedik legfertőzöttebb megye az országban. 8850-nél is több választópolgár járulhat az urnákhoz Nagyatádon. Vasárnap tartják az európai parlamenti választásokat. Az utolsó héten a Fidesz és az LMP kampányolt a városban. 1,5 millió Facebook függő van Magyarországon. A függőségek közül ez most a leggyakoribb. A dohányzás, alkohol, drog, szenvedélybetegség hármasa mellett egyre újabbak terjednek. 1500 adag rántotta, kaszinó, töltött és tükörtojás, különféle tojásos ínyedségek, érdekességek és szórakoztató programok várták a résztvevőket a második Nagyatádi Tojásfesztiválon. 90 km/h széllökések, kicsavart fák, folyamatos esőzés, a szokásosnál másfélszer több csapadék, és az évszakhoz képest jelentősen alacsony hőmérséklet. Durva lehűlést hoztak májusban a fagyos szentek. A rendkívül erős szél okozott több helyen fennakadásokat a közlekedésben múlt héten hétfőn. A májusi eső mondják, hogy aranyat ér. Ez az esőzős hónap azonban már azt eredményezte, hogy a talaj sok helyen fellazult, és bizony számos esetben kidőlt fák eltávolításához vonultak megyeszerte a somogyi tűzoltók önkéntes, önkormányzat és hivatásos tűzoltók segítségére is szükség volt. Nagyatád térségében is több alkalommal vonultak önkéntes, illetve nagyatádi hivatásos tűzoltók. Somogyszob külterületén például vasúti sínekre dőlt egy fa, amit el kellett távolítaniuk az egységeknek. Nagyatádon sem
kímélte a szél a fákat. A strand melletti kis erdei bejárót egy fűzák torla szólta el. Megyeszerte kisebb-nagyobb fákat csavart ki a szél, és ágakat szakított le. Hétfőn 30 alkalommal riasztották a somogyi tűzoltókat. Leszakadt faágakat kellett eltávolítani villanyvezetékekről, és számos esetben forgalmi akadályt okozott az útestre borult fa. Ezeket rövid idő alatt felszámolták a tűzoltók. Múlt hét kettől pedig rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott le. Tábunk utána járt, pontosan mekkora mennyiségű eső esett. Ez az időmérő állomás, amit az időkép.hu rendszer működtet az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel partnerségbe. A Méhész Egyesülettel partnerségben 60 ilyen állomás van az országban, különböző méhészeknek a telephelyeire kirakva. Ez tudja mérni a hőmérsékletet, a napi csapadékot, a páratartalmat és a légnyomást. És 5 percenként tölti fel a hálózatra. Már több mint 10 éve szolgáltatja ez a nagyatádi állomás az adatokat. Május elején megjött hidegfrontok, két hullámban nagyobb mennyiségű csapadékot hoztak, ez összesen 107 mm volt csak májusban. Előtte 64 mm esett áprilisban, ami egy normálisnak mondható, és meg kell jegyezni, hogy utolsó pillanatban jött ez a csapadék, mind az erdő, mind a mezőgazdaság számára, mert téli asszály olyan rendkívüli volt, hogy az ezt megelőző időszakban november 1-től március 31-ig összesen esett 104 mm csapadék. Tehát két hét alatt lehullott annyi eső, mint a hideg időszak 5 hónapja során. Áprilisban még a száraz tél és a csapadék hiány miatt aggódtunk. Akkor a szakértők szerint még több mint 50 mm csapadék hiányzott a talajból. Sok szempontból jó az eső. A tavaszi aszály után, amikor a gabonáknak a reproduktív oldalhajtásai, azok a termőképes oldalhajtások, amik még kalászt hoztak volna, elsorvadtak, a talaj berepedezett, kiszáradt. A korai vetések nagyon sokáig sínylődtek, a hideg talajban nagyon nehezen keltek. Az áprilisban lehulló 1-60 mm utáni viharos szél felkeményítette a talajfelszínt, nehézkessé, szakaszossá vonthatottá vált a kerés. Az elmúlt 10 év egy hektikus időjárást mutat, minden negyedik év csapadékos, minden negyedik évben számíthatunk egy intenzív gombafertőzésre a gabonákban, illetve minden negyedik évben, most már ciklikusan kijön az, hogy jó a kukorica. Ez a csapadékos idő jó alapot jelent majd egy jó kukorica termés számára. A hétvégére emelkedett a hőmérséklet, és tavasziasra fordult az idő. Az elkövetkezendő napokban sem kell otthon hagynunk az esernyőt. Csütörtöktől a napsütés kerül hangsúlyba, bármivel, hogy most már ilyen medárd időszakhoz közeledünk, ezért bármikor lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. Ami pedig a hétvégét illeti, ott a szombat lesz a szárazabb, és vasárnap ismét megnő jóval nagyobb szinten a záporok, zivataroknak a kialakulásának az esélye. Ami pedig a hőmérsékletet illeti, az a 20 és 25 fok közötti tartomány, de inkább a 20 fokhoz közelebb. A hétvégén is sok napsütésre számíthatunk, de sajnos megmarad a heti minta. Főként vasárnap záporok, zivatarok tarkíthatják az időjárást. Többszörösére nőtt a Lyme-kóros megbetegedések száma Nagyatádon. Az elmúlt egy hétben 4 esetben is megállapították az orvosok a fertőzést. A szokatlanul sok megbetegedést valószínűleg az okozza, hogy a kullancsok nagyobb számban vészelték át az enyhe telet. Itt van, itt van. Szabad jönni? Igen. Köszönöm. Csaba otthonában járunk. Közfoglalkoztatottként a város több pontján füvet kaszál. Mosóközérzetnek örvend, de ez másképp is lehetne. Ugyanis nemrégiben Lyme-kort állapított meg nála az orvosa. Elmentem a munkájámra a laktanyába, önkormányzati területet kaszálni, és valami megcsípett, nem foglalkoztam vele, hazajöttem, egy kis
Pegy volt, mint amikor mint a szúnyog csipett volna meg. Nem foglalkoztam vele, és egy 3-4 nap múlva a folt kezdett nagyobb lenni, mindig nagyobb, és a párom meg a főnököm így mondták, hogy menjek az orvos, az már lánykornak. Úgy néz ki, hogy lánykor. Elsőként felesége, Marika hívta fel Csaba figyelmét a csípés körül kialakult vörös foltra. Van a láz kullancsípés, mondom, én úgy veszem észre, és ez mondom, piros volt a körülete, hogy ez olyan, de mint nem a lánykor. Már láttam ilyen képen, meg mondták is, már hallottunk róla, és azt mondja, és hogyha kidörzs után, az rágja meg ilyen. És akkor én még be is kentem egy ilyen bepanten krémmel kicsit, és akkor úgy picit úgy megállalványult neki. A csípés 3 héttel ezelőtt történt, de még mindig jól kiveltük körülötte a lánykor jellegzetes kokárdaszerű vörös foltja. Aha, de ott van az a nagy piros folt. Itt ez, de ez. Ez itt ára is nem volt. Ez egy spegy volt, hát mondom, valamelyik hangja csíphetett, megoszta. Az orvos rögtön antibiotikum kúrát írt elő Csabának. Ezt egy hónapon át kell szednie. Igen, itt vannak a gyógyszerek. Ezeket kaptam. Ezt mindet? Ezt kaptam, és azt mondta a doktornak, hogy ez el fog fogyni, ebben 30 szem van, és akkor utána menjek vissza, és laboreredményt el kell. Akkor ez az antibiotikum? Igen, ez az antibiotikum. És a krém az mire? A csípésre. A lánykor tünetei sokfélék lehetnek, és sokáig lappanghatnak. Csaba szerencsére a bőrpírt leszámítva tünetmentes. De van olyan ismerőse, aki a kor komolyabb szövődményeit is megtapasztalta. Akit megcsípett a kullancs munkáin, és az avas is 100% voltak le, mert annak jobban kijött rajta. Milyen tünetei lettek? Hát annak a fejjel minden. Erőtlen volt, minden fél baja volt. Úgyhogy azt ott lesz az elekulták. A Lyme-kort nem lehet más betegtől elkapni. Kizárólag kullancs csípés útján terjed. A Kullancs Szövetség mérései alapján szinte minden második ízeltlábú hordozza a betegséget. Az országosan bejelentett betegek száma 1000 és 1500 között alakul évente. Somogy megye a 4. helyen állt tavaly előtt a bejelentett esetek számában. Jó, rendben. És te bácsi részére, légy szíves. Jó, csak az ujjamat, fejecskét marad. Szuper. Dr. Erdő Gabriela állította fel a diagnózist Csabánál. A mostani betegének szerencsére nincs ilyen panasza. Minden páciensének felhívja a figyelmét a kullancsok okozta betegségekre. Ugyanis a közelmúltban szokatlanul sok Lyme-kor gyanús beteget kezelt. Gyakorlatilag egy hét alatt 4 ilyen eset fordult elő, ilyen bőrelváltozásos lánykornak gondolom én a betegség megjelenése, ami eddig nem szokott, tehát nem szokványos, mert eddig egy vagy 2 hónap alatt volt 1-2 eset. A megnőtt eset számot feltehetően az enyhe tél okozta. A paraziták könnyebben átvészelték. A doktornő legutóbb egy 12 éves kislánynál állapította meg a betegséget. Őt édesanyja náthaszerű tünetekkel hozta be a rendelőbe. A csípést a vizsgálat során fedezték fel. A karján találtak egy ilyen elváltozást, ami nagy valószínűséggel kullancs okozta, ő otthon segítkezik ilyen evesbe. Ez a tipikus kokárda szövő? Az erő kokárda, a céltábla sejt, hogy belül piros, van egy kicsit fehérebb udvar, és kívül megint piros, és ez egyre növekszik, és ez mindig a csípés helyén, de előfordul az, hogy több hónap után is jelentkezik ilyen kiütés, vagy hát ilyen elváltozás, bőrelváltozás, és bárhol a testen megjelenhetett, független, hogy meg ott csitte meg, vagy máshol. A betegség egy sortünettel járhat. Fejfájás, felső légúti panaszok, látászavar, zsibbadás, érzéskiesés. Ám ezek korántsem azonnal jelennek meg. A tipikus csípésnyom jelentkezésekor rögtön meg kell kezdeni a kezelést. Ilyenkor egy hónapig gyógyszert szedettünk vele, tehát antibiotikumot, mivel a Lyme-kort ez egy baktérium, tehát a kullancs által közvetített baktérium okozza, és akkor ezt, ha megtörténik, utána szoktunk csinálni egy nagyon nagy labort. Magától nem fog meggyógyulni, hanem lappangani fog, és föllángolhat maga a betegség sok év után is, tehát hogy úgy tűnik, hogy meggyógyult és újból fellángolhat, még kezelés után is. A doktornő találkozott olyan esettel, amikor a kort nem sikerült időben azonosítani. Így komoly következményekkel járt a betegség. A páciens felső légúti panaszokkal érkezett a vizsgálatra. Néhány héttel később bénulásos tünetei alakultak ki. Akkor derült ki, hogy
két hónappal előtte volt egy fertőzése, illetve volt egy csípése, és ez egy Lyme-kórból eredő volt egy Guillain-Barré szindróma, ami egy felszálló bénulással jár, tehát minden izomcsoportot szépen alulról elkezdi, tehát úgy jött, hogy már nem tudott lábra állni, aztán egyre följebb esett ki az ízérzőzavar, és ezek után ugye majdnem, hogy lebénult a légzőrendszer is. Nagyon sok mindent megtettünk érte, de sajnos elveszítettük. A Lyme-kórra nincs védőoltás. Az egyetlen mód a védekezésre a megfelelő öltözködés. A kullancsok nem csak az erdőkben, de akár a városon belül is leselkedhetnek ránk, parkokban vagy a saját kertünkben is. A szabadban töltött időt követően érdemes alaposan átvizsgálni testünket. Vasárnap tartják hazánkban az európai parlamenti választásokat. Nagyatádon több mint 8850 választópolgár járulhat az urnákhoz. A városban 9 szavazókörben adhatjuk le voksainkat május 26-án. Legutóbb 5 évvel ezelőtt a szavazásra jogosultak kevesebb, mint 26%-a élt a jogával. Vagyis nagyjából a szavazó polgárok negyede. Akkor egyébként a pártlistákra leadott szavazatok csaknem 44%-át a Fidesz kapta, 17%-ot ért el a Jobbik, és 14% körül végzett az MSZP és a Demokratikus Koalíció is Nagyatádon. Most vasárnap reggel 6 és este 7 óra között lehet majd szavazni az Európai Parlament magyar tagjaira. Döntő fontosságú lesz a mostani európai parlamenti választás, jelentette ki a Fidesz-KDNP Nagyatádi Lakossági Fórumán a párt kommunikációs igazgatója. Hidvégi Balázs hangsúlyozta, meg kell változtatni azt a veszélyes bevándorláspárti irányt, amely az elmúlt időszakban jellemezte Brüsszelt. Így fogadták a Fidesz politikusát és Szászfalvi Lászlót a Kulturális Központ kamara termében. Mindenkinek el kell menni május 26-án szavazni. A Nagyatádi Alapszervezet elnöke Kárpáti László köszöntötte a fórum résztvevőit. Most az egész nemzeti közösségünk érdekében és az európai közösségünk érdekében kell az életet választani. Mit jelent ma a 21. században az élet, tette fel a kérdést a térség országgyűlési képviselője, majd nyomban választ is adott rá. Jelenti a hitünkből fakadó kultúránk, a keresztény kultúránk, és jelenti az a fajta nemzeti önazonosságunk, nemzeti magyar érdekünk, értékrendünk, amelyet az elmúlt évszázadok során sikerült megőrizni, sikerült megtartani. Csak ez képes minket továbbra is megtartani Európában, folytatta Szászfalvi László. Erről szól a választás felelőssége és tétje. Európában mi voltunk az egyetlen olyan kormány, aki kikérte az embereknek az álláspontját, véleményét, hogy Európának a jövője tekintetében bevándorlás, illegális bevándorlás tekintetében, migrációs válság tekintetében mit képviseljen a magyar kormány? Szerintem most is egy felhatalmazást kérnek az emberektől. Mindannyian felelősek vagyunk, hogy május 26-án minél több barátunkat, kollégánkat el tudjuk vinni a szavazóurnákhoz, hívta fel a hallgatóság figyelmét. Mi azt mondjuk, hogy az az irány, amibe az elmúlt időszakban ment ez a brüsszeli elit és a brüsszeli politika, az egy hibás és veszélyes irány. Ezért mondjuk azt, hogy az a tét, hogy bevándorlás párti vezetők lesznek a jövőben, vagy a bevándorlást ellenző, nemzeti alapon álló politikusok és politikai erők. De ma már egy Euróbarométer által készített felmérés is azt mutatja, hogy vagy a bevándorlást, vagy a terrorizmust, ami hát nyilván összefüggő fogalom és összefüggő jelenség a migrációval. Ezeket tartják gyakorlatilag egész Európában a főkérdések. Magyarország már 4 éve a határkerítés építésével is szembe ment az uniós politikával, emlékeztetett. Ugyanígy tett a kormány a bankadó bevezetésével, a nemzetközi valótalap elküldésével és a gyermekvállalás ösztönzésével. Kiálltunk ezekért, mondta, és aztán bebizonyosodott, igazunk volt. Most 800 ezerrel többen dolgoznak Magyarországon, mint 9 éve. Még növekednek a bérek Magyarországon, és nem csak a minimálbér és a szakmunkások minimálbére, hanem általában is egy béremelkedés jellemzi a magyar gazdaságot, mind
a versenyszférában, mind a közszférában. Bővül a gazdaság, ingyen kapnak tankönyveket és étkezést a gyerekek, és elkezdődtek a családvédelmi intézkedések, sorolta Hidvégi Balázs. A Fidesz így oldja meg a népesedési és munkaerő gondokat, tette hozzá. A világban bekövetkező változások pedig egyre súlyosabb nehézségeket hoznak, figyelmeztetett. Most tehát nem szabad hibázni. Európának olyan irányítás kell, amely megállítja a bevándorlást. Tehát, hogyha megfelelően erős felfogást kapnak ezek a politikai erők, akkor elindul egy hosszabb változási folyamat, amely oda fog vezetni, hogy egy józanabb és inkább az európai emberek érdekét előtérbe helyező politika alakul majd ki. Brüsszelben is mi fogunk dolgozni. Úgy fogalmazott, az őshonos európai emberek érdekeit kell képviselni, és azokat kell megvédeni. Ez most egész Európa számára sorskérdés. A közös európai minimálbér bevezetését szorgalmazza, az uniós forrásokból pedig a hazai kisvállalkozások támogatását valósítaná meg az LMP. A párt arra is figyelmeztet, az összeomlás szélén állnak a közszolgáltatások. Az európai parlamenti választások előtt Demeter Márta a Lehet más a politika társelnöke járt Nagyatádon. A bevándorlás politikának nemzetileg is kötelezővé, és ezt képviseljük az Európai Unióban is. Ami viszont nagyon fontos, hogy például a letelepedési kötvényekkel a kormány 20 000 embert engedett be, és bűnözőket is. Így válaszolt a társelnök arra a választói felvetésre, hogy az LMP bevándorlás pártja. Arra biztatta a polgárokat, május 26-án menjenek el voksolni, mert a tét komoly. Az uniós választások tétje az, hogy a valós nemzeti érdeknek és a magyar embereknek végre lesz-e érdemi képviselete az Európai Unióban. Ilyen formán tétje a választásoknak az, hogy végre bevezetésre kerül-e egy közös európai minimálbér, ami azt jelenteni, hogy a mostani magyar minimálbér legalább megduplázódna, mert az LMP azt mondja, hogy a magyar emberek tisztességes béreket érdemelnek. Emellett pedig fontos, hogy az Európai Uniós források, amiket Magyarország kaphat, azok ne csökkenjenek a következő ciklusban, mi ezért fogunk dolgozni, és hogy ezekből az uniós támogatásokból sokkal inkább a hazai mikro, kis és közepes vállalkozásokat támogassuk, hiszen ezek azok a vállalkozások, amik helyben sokkal több embert tudnak foglalkoztatni, mi azt szeretnénk, hogy a fiatalok itt Magyarországon tudjanak boldogulni. Összeomlás szélére került a közösségi közlekedés és a vízszolgáltatás. Katasztrofális állapotban vannak az utak, rendszer problémák vannak az egészségügy és az oktatás területén, illetve a szociális ágazatban is, sorolta. Példátlan mértékű közműadóval sújtották az önkormányzatokat. A települések zöme ezt nem tudja fizetni, illetve nem képes megfelelően működtetni a hálózatot, hívta fel a figyelmet. Ez odáig vezet, hogy elképesztően elavulnak például a vízvezeték hálózatok. Most is az ivóvíz minőségének a romlásáért nagyon sokszor azok a mérgezések felelősek, ami ugye a rossz állapotú és nagyon régi vízvezetékből kioldódnak mindenféle méreganyagok, és ezek mérgezik a lakosságot. Ráadásul tényleg nagyon rossz ezeknek a vezetékeknek az állapota, tehát sorozatos, akár csőtörések is lehetnek, amiket nem fognak tudni már az önkormányzatok megoldani. Tehát alapvető átalakítás szükséges ezen a területen, folytatta az LMP társelnöke. Miként a közösségi közlekedésben is piacnyitás lesz. Erre pedig a hazai vállalatokat nem készítette fel a kormány. Ezek a most üzemelő cégek, önkormányzat és állami cégek nem fognak tudni indulni ezeken a tendereken, úgyhogy tartunk attól, hogy megint a zsírosabb falatokat a kormányzathoz közel álló cégek kaphatják, és ez oda vezethet, hogy vagy romlik a szolgáltatásnak a minősége, vagy esetleg megdrágulnak akár a menetjegyek, vagy pedig az egész üzemeltetés költsége. A versenytársakhoz képest egész Magyarország lecsúszik, azon belül pedig Somogy még inkább, mutatott rá a megyei elnökség tagja. A kivándorlást kell megállítani, és ez a délsomogyi térséget különösen sújtja, hiszen itt nincsenek nagy munkáltatók, akik itt tartanák a fiatalokat, és egy kiürülő térségről van szó. Ez tovább súlyosbítja a rossz közlekedési helyzet. A vasútfejlesztést emelte ki, valamint a helyi mikro, kis és közepes vállalkozások megerősítését. Lesznek-e új lakások és munkahelyek Nagyatádon? Leginkább ez érdekelte a fiatalokat a városvezetés által tartott fórumon. A Napfigyelj Ifjúsági Klub hétfőn adott otthont a beszélgetéseknek a saját helyiségében. Az összejövetel célja az volt, hogy a városban élő fiatalok feltehessék kérdéseiket Ormai István polgármesternek. A kérdéseket egy héten keresztül várták a csoport tagjai az önkormányzat épületében kihelyezett dobozba. Az eseményen két képviselő, Boros Bálint és Németh Csaba is megjelent.
A fiatalok fontos otthonteremtési és egzisztenciális szükségleteit azonban a városi hatáskörben alig ha lehetne megoldani. A munkahelyteremtés és a bérlakásépítés nagyobb forrásigényű, azaz állami intézkedéseket igényel. Az önkormányzat egy uniós pályázat segítségével tud most 8 bérlakást építeni. Ormai István bemutatta a jelenlevőknek a városban zajló fejlesztéseket, majd válaszolt az összegyűjtött kérdésekre. A fiatalok megfogalmazták, a napfigyei közösségére számítani lehet, és számolni is kell vele. Úgy vélték, egyre inkább bekapcsolódnak a város közéletébe, aktívan alakítják azt, és igyekeznek megtalálni az adódó lehetőségeket. Több mint 35 versmondó gyerek érkezett a Regősök Húrján elnevezésű szavaló versenyre szombaton. Az idén 23. alkalommal megrendezett eseménynek már többször adott otthont Nagyatád. A megjelentek közül 8 diák képviselte városunkat a regionális vers és prózamondó találkozón. 3-tagú zsűri választotta ki a legjobb előadást. A bírák véleménye szerint idén a versenyzők rendkívül igényes és színvonalas irodalmi műveket választottak és adtak elő. A nagyatádi fordulóban oklevelet kapott az összes fellépő, az első 3 helyezett pedig az országos gálán Budapesten léphet fel júniusban. Büszkék vagyunk a rendezvényünkre, mint minden lokálpatrióta, de most erre idén különösen, hiszen sok mindent másképp csináltunk, több intézmény összefogásával próbálkoztunk még igényesebbé, még emlékezetesebbé tenni ezt a szép mai napot. Nagyon sokan jelentkeztek, ami szerintem nagyon nagy eredmény. A népből való megújulás. Ez volt Ady Endre és Bartók Béla közös eszméje. Csütörtök délután különleges zenés irodalmi esten vehettek részt a nagyatádiak. A két művész pályafutását mutatta be műveiken keresztül Ferge Béla zenetanár, a Tiszta Forrás felé címmel. Az előadást a Rinyamenti Közösség az Emberekért projekten belül szervezték meg. Bár Ady és Bartók két szögesen ellentétes személyiség voltak, alkotásaikban ugyanazok a motívumok köszönnek vissza. Bartókra különleges nagy hatással volt Ady munkássága. A költő versei ugyanis gyakran a népdalok ritmusát vették át. Örök dilemmában éltek a hazaszeretetük és a magyar társadalom elmaradottsága között feszülő ellentét miatt. Így mindkét művészt sok támadás érte élete során. Bartók olyannyira tisztelgett Ady művei előtt, hogy 5 versét is megzenésítette. Ferge Béla az előadásában több dalt és verset elemzett. Ezeket zongorán is eljátszotta Béri Barnabás zongoraművész. Van 4 közös gondolatuk van nekik. Az egyik az igazságkeresés, a másik a népből való megújulás politikában, művészetben, a harmadik a népek közötti barátság, és a negyedik pedig a művészetek, hát a zene és az irodalom fontossága, ahogy mondta Kodály, a zene mindenki, vagy a művészet mindenki. Ez a 4 pont lesz, amit körbejárunk, ez a 4 fő üzenet, persze Ady és Bartók szavaival, vagy zenéjével. Ha azt a szót halljuk, függőség, először az alkohol, a dohányzás és a kábítószerek jutnak eszünkbe, pedig nem is ezek okozzák a leggyakoribb szenvedélybetegségeket Magyarországon. A modern korban az internet használata vezet a leggyakrabban függőséghez. Zaher Gábor toxikológus a mindennapok függőségeit mutatta be a nagyatádi előadásában a múlt héten. Arról szól, átesik valami, nagyon jó, nagyon kellemes, de vajon megszólal a fejünkbe a végcsengő, a kontrollanalizmus, hogy azt mondom, fú, ez tényleg jó volt, de ugye el kell elfelejteni. És azért kell elfelejteni, mert veszélyes lehet számomra. A függőség egy emléknyom, amit nem tudunk kitörölni. Legfeljebb visszaszoríthatjuk az önkontroll révén, hangzott ez a Herr Gábor előadásában. A híres toxikológus szerint a függőségek mindennapi életünk részei. És ezeket a modern korban főleg a technológia okozza. Kb. 6 millió Facebook használó van, abból 4,8 millió mobiltelefonon is használja, és gyakorlatilag az össz 6 milliós populációnak, Facebook használó populációnak a 25%-a függőként éli az életét. Hiszen ma a mai ember reggel fölkel és először a mobilját nézi meg, 25%-ban, legalább 33%-a előtt elmegy pisilni és utána nézi meg a mobilját, és a megkérdezettek nagyjából az önök korosztálya, és ennél fiatalabbak, gyakorlatilag 24 óránál több időt nem bírnának ki a mobiltelefonjuk nélkül. Hát mi ez, hanem függőség? Természetesen a szerfüggőség is az élen jár. Országunkban csaknem 800 ezeren az alkohol rabjai.
Fontos, hogy a szenvedélybetegségek kialakulásával minél többen tisztában legyenek. Ezért is hívták meg a doktort előadást tartani. A Nagyatádi Szívegyesület szervezte a szerdai programot. Délelőtt az iskolásoknak a doktor külön előadást tartott. Gondoltuk, hogy a diákjaink érdeklődhetnek az országos, illetve az ő napjaikat meghatározó drogfogyasztásról, illetve nem is csak a drogfogyasztásról, hanem az ő saját szenvedélyeikről. Ezért hívtuk meg a főorvosurat, aki ebben dolgozott, és valójában a mindennapi helyzetet tudja számunkra bemutatni. Persze a függőségnek is megvannak a maga fokozatai. Kérdés, hogy mennyire hagyjuk elhatalmasodni az életünk felett. Komoly gondot jelent, ha már a napi rutinunkat is a szenvedélyünkhöz igazítjuk. Ilyen, ha egy dohányosnak napközben már azt kell mérlegelnie, hogy az otthoni cigaretta készlet kitart-e holnap reggelig. Sokkal jobban kell előre tervezni. A jó Isten, mert hogy két szál van otthon, és akkor a délután, akkor még talán nyitva a Monika, ugye elszaladni hozzá, megvenni, és így tovább, mert ebből nagyon-nagyon komoly problémák lehetnek, mert a függő számára, hogy ez egy hihetetlen intenzív rá. A függőség legfontosabb kérdése, hogy felismerjük-e a problémát. A leszokáshoz elengedhetetlen az önvizsgálat és az önkontroll. Én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül mindegyikhez szakember. Kell hozzá egy tükör. Egy nagyon egyszerű tükör. És nem szó szerint kell a tükörre gondolni, hanem hogy merünk-e szembenézni saját magunkkal, merjük-e felismerni saját hibáinkat, és ha szembenéztünk, mérleget készítünk magunkról, akkor lehet, hogy egész egyszerűen az én erővel, és itt ne valamilyen misztifikált dologra tessenek elképzelni, most majd kiállunk a napra már, ha majd sütni fog egyszer, és akkor alig várjuk, hogy az én erő belünk költözzön. Nem, ez nem abból, ez nem a földből, meg a fákból fog ránk sugározni, nem, de saját magunkban benne van, hogy tudunk és akarunk-e változtatni, mert én azt gondolom, hogy lehet. A doktor szerint bátorságra van szükség egy függőség felismeréséhez. Enélkül az egyén nem léphet a gyógyulás útjára. Az előadás további részében a különböző függőségeket ismertette. A doktor meglepő esetekkel találkozott több évtizedes praxisa során. Mint mondta, közel 100 ezer hashajtó és 25 ezer orrcsepp függő van az országunkban. Ezek esetében nem maga a szer okozza a függőséget, hanem a használatukhoz köthető magatartás. Az orrcseppeknél a beteg arról van meggyőződve, hogy csak annak segítségével tud rendesen lélegezni. Ez egy magatartás függőség. És persze meg lesznek a negatív hozadékai, kiszárad az orrnyálat átják, körképződik, ami vastagabb lesz, csökkenti a levegőnek az útját, elpusztul a szaglóhám, sőt, akár az orrsebeink is kaphat. És alapvetően erről a magatartás függőségről, hát le lehet tulajdonképpen jönni, de itt a beteget borzasztó nehéz arról meggyőzni, hogy nem fog megfulladni. Végső soron persze a mértékletesség a legfontosabb szempont. Egy függőség csak akkor jelent valódi problémát, ha azzal már ártunk magunknak vagy a környezetünknek. A doktori saját bevallása szerint egy sor függőség rabja. Ugye edzésfüggőség, munkaalkoholizmus, dohányzás, ugye koffein, de azt én nem kávé, hanem tejaformájában fogyasztom, sorozatfüggőség, mit nem mondtam még, a dohányzás, hát azt gondolom, és a csokoládéfüggőség, persze, hát azt majdnem elfelejtettem. Ugye, úgyhogy persze, hogy van. Én azt gondolom, hogy lehet szenvedélyek nélkül élni, csak nem érdemes. Szabad hódolni időnként egy-egy szenvedélynek. Viszont önkontrollt kell gyakorolnunk, és tudatosan figyelni arra, hogy ne lépjünk át bizonyos határokat. Már késő délutánra a tavainál másfélszer több, mint egy 1500 tojásból készült rántotta a második Nagyatádi Tojásfesztiválon. Ezen kívül különféle tojásos ínyencségek, érdekességek és szórakoztató programok várták szombaton a résztvevőket. Jó étvágyat kívánok! Az időjárás is kedvezett a turisztikai központ udvarában tartott rendezvénynek. A jegyekért cserébe több tojásos étel közül is választhattak a résztvevők. Zöldség, zöldes, úgymond, tojás rántotta, de készül többféle fajta is. Melyik a legnagyobb sztár itt ma? Hát most, ahogy elnézem, a gombás, mert az elfogyott, a hagymás gombás, meg készült kaszinó tojás is természetesen. Étvágyból tehát nem volt hiány. Nagyok és kicsik egyaránt kóstoltak. Az érdeklődők láthatóan jó ízűen fogyasztották az étkeket. Gombás tojás rántotta, kaszinó tojás májjal töltve. Nagyon finom. Hát mindegyik ízlik végül, és ezt nem nekem kellett megcsinálni, és jó.
A nagyatádi szakközépiskola csapata négyféle tojásos ételt is bemutatott. Tükörtojást készítettünk, tehát tükörtojást. Egyszerűen szétválasztottuk a tojást és így sütöttük meg, hogy belül a fehérje, kívül a sárgája, tehát ebben csak egy kis játék van. Ez egy tojás sushi, tojás lepénybe rizs és máj, illetve rizs és zöldség töltelék van. Saláta, az friss salátából készült, kis pirított gombával és egy kis házi kolbásszal. Ez egy töltött tojás, tehát kemény tojás félbevágva, és a sárgája májpürével van összekeverve, visszatöltve a tojásfehérjébe, panírozva és kisütve salátával. Ez pedig egy desszert, mert édesen készítettük el a rántottát, barackkal befőttel és ananász befőttel. Ráadásul házi menta öntettel tálalták. Nagyon finom, egy érdekes ízvilága van, tehát mentás, ez egy ilyen különleges ízt ad neki. Tettetek már így édesen rántottát? Nem, most leszek először édesen rántottát, nagyon érdekes. Fűrtojásokat és azokból készített tésztákat is árusítottak. Ezek a tyúk tojásnál több vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak. A nyers fűrtojás, aztán van a főtt pácol fűrtojásunk, és a fűrtojással készült kézzel házi tészták. Ebből vannak ízesítettek, teljes kiőrlésű, gluténmentes, és hát a sima fűrtojásos tészták. Amit tudni kell róla, hogy egészen más, mint a tyúk tojásos, más az állaga, olyan olaszos, nem fölszét, és laktatóak. A rendezvényen többek között felléptek a gyöngyvirág óvisok is. Kálmán tűzoltó volt, és stresszoldásként kezdett el foglalkozni a tojáspatkolással. Egy Pécsvárad melletti kis faluból érkezett. És saját magam kezdtem el kifejleszteni ezt a technológiát. Hát Magyarországon már nem sokan vagyunk, de egy-egy nagyon csodálatos tevékenység, megnyugtató, nagyon nagy összpontosítást és odafigyelést igényel. A tojás eltörik, ha akar, de hogyha együtt tud vele dolgozni az ember, akkor viszont ilyen szép remek műveket lehet alkotni. Kálmán be is mutatta stábunknak a tojáspatkolás folyamatát. Egy rogy, még egy rogy. Kifúrom, kipucolom, van benne egy hártya. Ki kell pucolni. A csipesszel megtolok egy kis szöget. Be kell állítani méretre, és belefűzöm a tojásba. Amikor kibújik, átfúzom rajta. Ezután teljesen ki kell húzni, ráhajtani, elvágni, és egy szög már is tartja a motívumot. Még egy szöget beleteszek, akkor már biztonságos a rávapa. Ezt mondják tojáspatkolásnak. Hastánc bemutatóval szórakoztatták a közönséget a nagyatádi menta tánciskola tagjai. A versenyételeket egy öttagú zsűri értékelte. Az ételeknek az elbírálását, íz, illat, a tálalási mód, és hogy ha meleg ételről van szó, akkor természetesen elvárjuk azt, mint zsűri, hogy melegen tálalják föl. A kadarkóti csapat egy igazi különlegességet állított össze saját recept alapján. Nos, ez egy nemzeti sertésszűz, ami attól nemzeti, ugye, hogy van bent kaliforniai paprika és póréhagyma, tehát a piros-fehér-zöld csirkemell práddal készült a sertésszűz, hogy megőrizze a piros-fehér-zöld színét, lángos batyúval, ami kapros szalonnás túróval van töltve, adunk hozzá egy marinált fűrtojást, amit céklalében marináltunk, egy fokhagymás fehér borhabot és egy paprikakrémet. Végül a kadarkúti csapat nemzeti sertésszűzrolátját választották a győztes ételnek. Bakonyi betyárlevest főztünk, és krumplis pogácsával, illetve savanyú káposztát pogácsával. A tojásban a pogácsában van. A szervező egyesület elnöke szerint 3 hónapos előkészítéssel valósult meg a második ilyen rendezvény Nagyatádon.
1000 tojásból sütöttünk tojásrántottát, hát az idén azt túlszárnyaltuk az 1000 tojást. Hol tartunk most az 1000 tojáshoz képest? Az 1000 tojáshoz képest most 1500 tojásnál tartunk jelen pillanatban. Tehát nagyobb érdeklődő közönség van, mint tavaly a tojásfesztiválon. Hát bízom én benne, mint az egyesület elnöke, hogy ez még tovább fog itt Nagyatád városában fejlődni és alakulni. Miért sírsz a világ fájdalmán? Aki él, most mind az újra vár. Véradás és ugrálóvár is várta az érdeklődőket. A fellépő énekeseken és táncosokon kívül különböző kiegészítő programok színesítették a második Nagyatádi Tojásfesztivált. Sikerült az RKC felnőtt női kézilabda csapatának bent maradni az NB1B csoportjában. A férfi csapat pedig a 6. helyen zárta az idei bajnokságot az NB2-ben. Szezonzáró értékelésünk következik a nagyatádi kézilabdásokkal. Szezonlevezető foci meccset láthatunk éppen az RKC felnőtt férfi kézilabda csapatától. A bajnokság előtt az első 6 helyet tűztem ki a csapat elé célként. Igazából ez teljesült is, 6. helyen végeztünk. Annyi azért hozzátartozik a történethez, hogy tavasszal 4 döntetlent játszottunk, ami én úgy gondolom, hogy elég soknak mondható egy fél szezon alatt, 11 mérkőzésből. Idén viszont több okból kifolyólag gyengébben sikerült a tavaszunk. A 6. helyen azt gondolom, hogy valamilyen szinten reális az eredmények tükrében, de szerintem a csapat ezt többre is képes. A tavaszi idényben döntetlent játszott a csapat. A Baja, a Komló, a Szatelit és a Meccsek Nádasd ellen. Amikor jól ment a játék, akkor is nehéz volt nyerni, amikor rosszul ment, akkor nagyon rosszul ment. Nem szívesen emelnék ki egyetlen mérkőzésem. Én azt gondolom, hogy amikor nyerni tudtunk, akkor együtt volt a csapat fejében, és ez egy nagy eredmény, azok a mérkőzések mind kiemelhetőek. Viszont amikor a rengeteg döntetlent játszottuk, nem tudtuk azt a minimális kis pluszt hozzátenni, amire szükség lett volna, illetve azok a mérkőzések pedig, amiket elvesztettünk azok közül, én azt gondolom, hogy több mint a fele nyerhető lett volna, ha fejben együtt vagyunk. Szombaton este hazai pályán fogadta felnőtt női kézilabda csapatunk a tabella élén álló Szombathelyt. A bajnokság utolsó mérkőzését vívták lányaink. Az erős kezdés után a 8. perc fordulópontot jelentett. Ekkor kezdett a vendégcsapat előnyhöz jutni. Az első félidő végén már 10 góllal vezetett a Szombathely. Hiába lányaink néhány szép megmozdulása, a bajnokokat nem tudták megállítani. Végül jelentős különbséggel 26-41-es végeredménnyel zárult a mérkőzés a vendégcsapat javára. Hát meg kellett hajolnunk a nagyobb tudás, illetve a komolyabb játékerő előtt. Hozzáteszem azt, hogy bár az első 5 percben nem így nézett ki, de mégis azért megvolt a különbség a Szombathely javára. Én úgy éreztem, hogy azért lehet szorosabb. Lehet, hogy a hölgyek is figyelték egy picit a tabellát, és egy kicsit kiengedtünk már idejekorán. De hála Isten lement úgy a mérkőzés, hogy nem volt sérülés. A
Az edzőváltások nehézségeket okoztak a felkészülések során. Ezt az évet kezdeném az alapozással, az sajnos egy kicsit nehézkesen indult, ugye rengeteg edzőváltás volt, az alapozás része elmaradt nálunk, ugye ez látszik a meccseken is. Nagyon sok olyan mérkőzés volt, amit meg tudtunk volna nyerni, de valami okból kifolyólag még nem sikerült. Nagyon nehéz, még akkor is, hogyha egy-két edző van egy szezon alatt, ha több, az meg még nehezebb, ugye? De próbálunk előre nézni, a következő évet egy középmezőnybe szeretnénk zárni. Két csapat következő bajnokságáról kérdeztük a klub elnökét. A jövőben a fiú csapatunk ugye NB2-ben marad ugyanúgy, mint eddig. Én az edzővel egyeztettem, a Takács Lacival, és szeretnénk hozni 2-3 játékost, megerősíteni kicsit a csapatot, a csapategységet, és úgy gondolom, hogy nem egy elrugaszkodott elvárás tőlünk az, hogy egy ilyen dobogós helyezést érjünk el az NB2-ben a 19-20-as szezonban. Az NB1-B női felnőtt csapatunknál ott sokkal szorosabb, sokkal nehezebb előtétek vannak előttünk a 2019-es 20-as szezonban, mert a vasárnapon múlik az, hogy a Győrben a Szekszárd vendég eskedik, és a Szekszárd milyen? Hogy tudja abszolválni a győri meccset? Szerintem a Győrnek azt be kell húznia, tehát meg kell, hogy nyerje a Győr azt a mérkőzést. Sajnos nem a mi kezünkben van ez a bennmaradás, tehát a lányoknál sajnos ott lebeg a Demoklész kardja felettünk. Szerencsére a győriek hozták a papírformát. Így a nagyatádi lányok az NB1B-ben kezdhetik az őszi szezont. Kedves nézőink, felhívom szíves figyelmüket, hogy az Atát híren minden nap megtalálják friss híreinket, videóinkat, a nagyatádi programokat és az éttermek menü kínálatát. Elérhetőségeinken továbbra is várjuk adásunkkal és a Városi Hírportállal kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat. Maradjanak velünk a képernyők előtt, mert ez rólunk szól. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszontlátásra! Thank you.